Szereted a citromos pitét? Akkor is az arcodba vágják? És ez a fenyegetés. Valamelyik darálóban biztos egy cukrásznak a pályája volt. Mostantól nem merek cukrászdába menni. Ha Minecraft invázió lenne, hová állnál? A kilépés gomb oldalára. Mindenki tiszteli a kilépés gombot. Ő dönti el, hogy még futhat-e tovább a játék. Ha kész vagy egy kalandpályával és az összes parancsblokk eltűnik, akkor te is eltűnsz? Igen, átkerülök egy párhuzamos dimenzióba, ahol ketchup helyett használt borotva pengét raknak a pizzára. Ha 15.35, akkor menni 7, meg 8, meg 15, ha 8, 13. Azt nem gondoltam volna, hogy valaki matekházi megoldásra használja az információs pultot, de legyen, a megoldás 55. Higgy nekem. Összehugyozom magam, ha ez a kérdés bekerül. Kár, hogy ez nem egy kérdés, szóval megmentettelek. Szeretnél hidrogénben fürdeni? Most meg valami kémikus fenyeget? Jobb lesz, ha jobban meggondolom, hogy mit mondok a darálóban. Hány méter hosszú a szemed? Lehet, hogy én vagyok nagyon paranoiás, de ez nem úgy hangzik, mintha egy biológus fenyegetne? Mit csinálnál, ha két csabusa lenne? Elküldeném, hogy csinálja azokat a dolgokat, amiket nem szeretek. Így mindenki azt hiszi, hogy megcsináltam, de közben pihenhetek. Van kekszem, kérsz. Egy ilyen ajánlatot nem szívesen utasít vissza az ember. Én úgy képzelem el ezt a mondatot, hogy feléd áll egy 100 kilós gorilla. Van kekszem. Kérsz. Melyik az a kalandpályád, amin a legtöbbet dolgoztál? Melyik minigém keltette fel szerinted a nézőit figyelmét? Akkor elrendett is képen elárulom, hogy a Fantasztikus Kalandok 2 volt idáig a leghosszabb, körülbelül olyan fél év. Ráadásul úgy, hogy sok építményt mások küldtek be. A minigémémet pedig nem nagyon szokták emlegetni, inkább a kalandpályákat, de a legsikeresebb egyértelműen a Pac-Man, természetesen azért, mert az kétnyelvű, úgyhogy sok külföldi videó készült róla. A csillámfa számádat hogy hívják? Mivel a kecskémet is arról neveztem el, aki megkérdezte a nevét, ezért legyen a csillámfaszláma Dávid felső. Szerinted az, aki azt mondja, hogy hazudik, az hazudik, miközben nem mond sem igazat, sem nem hazudik? Egyelőre a mondatot próbálom értelmezni, amint van valami eredmény, szólok. Szerinted finom a tempera? Papírírószer eladó fenyegetés, pipa. Játszottam már a Goat Simulatorral, és ha igen, a kecskéd mit szólt hozzá? Teljesen beindult tőle a kecském, szóval nagyon veszélyes. Ne mutassátok meg a kecskéteknek. Kéne egy figyelmeztetés a játékra, hogy ne mutassam meg kecskéknek, mert kedvet kapnak és lerombolják a félvárost. Szerinted ez nem jó név Medvelakva? Medvelakva? Ezt a nevet adták neked a szüleid, hogy Medvelakva? Őszinte részvétem. Szerinted melyik a legjobb, illetve a legrosszabb videód? Nekem minden videóm legjobb és nincs legrosszabb. Ez a helyzet. Van kekszem, kérsz? Mi ez a kexmánia? Mit élv kettőben a kedvenc kasztod? A sniper. Különös élvezettel tölt el, mikor fejbe lövök valakit nyilvesszővel. Igen. Hogyan képzelsz el egy utopisztikus játszóteret? Az üres téren állnak a gyerekek, a fejükön ilyen virtuális valóság, 3D, szemüveg, kütyű, akármi, és csak virtuálisan látják a mászókát, meg hogy úgy másznak rajta. Valahogy így. Szia, Ákos vagyok, nem gondoltál, hogy csinálsz egy stervert? Még sosem hallottam ezt a szót, szóval nem igazán tudom, hogy mire gondolsz, kérlek, fejtsd ki. Szóval a válasz nem gondoltam rá. Mennyivel növekedik egy öregedő hímpatkány adrenalin szintje egy atomrobbanás közben? Attól függ, hol van ez a hímpatkány, tehát ha messze van a robbanástól, akkor nyilván nincs rá hatással, ha pedig közel, akkor meg nem tudjuk lemérni, mert szétszakad a patkány. De ha legközelebb találsz egy atomrobbanás által szétszakított öregedő hímpatkányt, akkor küldd el egy labornak, hát ha lemérik neked, hogy mennyi volt az adrenalin szintje, mielőtt meghalt, ha még lehetséges. A Pac-Man-es minigémet meddig építetted, amíg el nem készült? Miért akarod elfoglalni a világot? Azért, hogy a világ összes tudósát arra fogjam, hogy feltalálják a kifogyhatatlan girosztálat és a kifogyhatatlan korsót. A nevemő készítőinek pedig azt az utasítást adnám, hogy folytassák a sorozatot. Lehet olyat csinálni, hogy pölő leesik egy üllő, de ne hallat szódjon az üllő hang, de a többi igen. Figyeld, hogy mikor esik le az üllő, gyorsan kapcsolod ki a hangszórót, aztán kapcsolod vissza. Van egy másik megoldás is. Csinálj egy saját resource packet, és az üllő hangját cseréld le egy olyanra, amiben nem hallat szódik semmi. Szerinted ki a második legjobb videós? Holt versenyben az összes olyan ember, aki csinált már végigjátszást valamelyik pályámról. Csirkene utának hány barátja van?
Lássuk csak, ugye ott van a csillámfaszaláma, a Dávid felső, nyenked, de lehet, hogy beszerzek egy saját Grand Piketet is. Mitől tudsz ennyire resztónozni? Sok zöldséget meg gyümölcsöt eszek, úgyhogy egyetek ti sok zöldséget meg gyümölcsöt meg. Sokat játszom kint a játszótéren, és gépezetek keveset, focizatok a barátaitokkal. Igen, ezektől. Az én kérdésem nem került be a videóba. Kárpotlásként beraktam a panaszkodásod. Remélem vigasztal. Szerinted is 42? Mármint a válasz a nagy kérdésre? Az élet, a világ, mindenség, meg minden? Igen, egyértelműen 42. Szia? Nem, hello. Nem unalmas mindig Minecraft videókat csinálni? Egyébként te vagy a kedvenc videósom. Ezt a kérdést úgy képzelem el, hogy először Hulk írja. Nem unalmas mindig Minecraft videókat csinálni? Aztán Dr. Banner fejezi be. Egyébként te vagy a kedvenc videósom. Ismertek már fel utcán? Ha utcára gondoltál, akkor igen, rendszeresen ismernek fel a családom és az ismerőseim. Azért vagy csapusan, mert van olyan vid is, hogy csaphun, és te USA akartál lenni? Tényleg van olyan, hogy csaphun? És tényleg? De több feliratkozom van. Mi az? Négy lába van, asztal, de nem szék. Válasz, csapusa. Hát kecske. Szereted a pocit? Igen, szeretem a hasam, szeretek enni. Kedvencem a csilisbab, a gyrosz és a desszert. Mi a csillagjegyed? Doppelgést kérek? Igen, köszönöm. És most egy váratlan és meglepő válasz következik. A csillagjegyem oroszlán. Olvasol most valamilyen könyvet? Nem, még nem fejlesztettem ki azt a képességemet, hogy egyszerre hangot veszek föl és könyvet is olvasok. Úgyhogy most csak hangot veszek föl. Ha lenne három kívánságod, mi lenne az? Kifogyhatatlan gyrosztál, kifogyhatatlan korsó, és hogy folytassák a nevemmel sorozatot. Mi van? Tényleg nagyon szeretném ezeket. Ha szuper erőd lenne, mi lenne? Agyrobbantás. Mindig használnám, hogyha valaki 1.8-at kérne tőlem. Miért van ilyen érdekes, vicces, furcsa szakállad? Minek raktam be ezt a kérdést? Tudod, hogy ki a szervert belerakni Kliebsbe? Kinyitod a szervert, megfogod a Kliebst, belerakod a szerverbe, becsukod a szervert, kész. És az utolsó, a 42. kérdés, csak hogy kerek legyen, mi a legkedvesebb játékod? Gondolom Minecraftot nem válaszolhatom, úgyhogy legyen mondjuk Super Mario. Szegen játszottam vele, és körülbelül 50-szer vittem végig. Ismertem a legrövidebb utat.